A balettművészet és azon keresztül pedig egy különleges alkalom, amely lehetővé teszi, hogy megmutassuk, kik vagyunk, hogyan érzünk. A balettművész fiatalok számára már egészen kicsi korban az életük meghatározó részévé válik a mozgás. Az én életemben a balett egy hatalmas szerelem, ami még egészen kicsi koromban kezdődött, még csak 4 éves voltam. A művészeten keresztül meg tudod magad mutatni egy teljesen más szemszögből. Egyszerűen mindazt, ami benned van, a művészeten keresztül kiüríted magadból, a testeden keresztül. Rengeteg érzés kerül felszínre, és nagyon sok időre van szükség, hogy ebben sikeres legyél, és azzá válj, akivé szeretnél. A Tánckaraván elnevezésű projektum célja, hogy nyílt órákon, kiállításokon, filmvetítéseken, beszélgetésen és balett előadásokon keresztül mutassa be a mozgásművészet sokoldalúságát. Felmérjük, mi történik ebben a 15 városban. Van-e a kortárs művészetek és tánc iránt érdeklődő közönség? Vannak-e iskoláink, megfelelő színvonalú-e az oktatás, amelyet ezek az iskolák és táncstúdiók országszerte nyújtanak, és azt is megvizsgáljuk, megvannak-e a műszaki feltételek egy komolyabb produkció vendégszerepléséhez, illetve az együttműködéshez ezekben a városokban. A Tánckaraván szeptember és december között 15 városba látogat el országszerte. A projektum fővédnöke Anna Brnabics kormányfő. A karaván szabadkai állomásán gála előadás zárta az egésznapos programot a gyermekszínházban.